James Bond, a kis hableány és Óza nagy varázsló is Kiskunhalason járt. A városi fúvós zenekar tagjainak jóvoltából igazi filmzenei élményben lehetett része a halasi publikumnak. Az elmúlt egy évszázad legismertebb dallamait lehetett meghallgatni a Fúvósok a pódiumon sorozat legfrissebb előadásán. Milyen lesz ez a koncert? Lendületes. Felejthetetlen. Káprázatos. Izgalmas. Meglepetésekkel teli. ...2017-ben indult útjára városunkban a Fúvósok a pódiumon előadás sorozat a kiskunhalasi városi fúvós zenekar jóvoltából. A halasi muzsikusok akkor különböző tematikus esteket szerveztek. A legnagyobb sikere a mozislágereket bemutató estjüknek volt, ezért úgy határoztak, hogy folytatják a sorozatot. 6 új számmal készültünk, és mindig gondolkozunk azon, hogy valami újdonságot vigyünk a dologba. Tavaly ugye beöltözés volt, mindenki beöltözött valami ilyen szereplőnek, idén viszont ugye az a izgalmas dolog állt elő, hogy mi is tulajdonképpen egy-egy jelenet erejéig részesei leszünk a történetnek, úgyhogy reméljük, hogy a közönség ezt jól fogadja. Ez egy kísérlet tulajdonképpen. Az elmúlt egy évszázadban számtalan jobbnál jobb filmzene színesítette a mozgóképes alkotásokat. A zenekar tagjai ezek közül szemezgettek, bár jó pár dolog meghatározta, hogy mit tudtak felvenni a repertoárba. Kotta függő elsősorban, de mivel nagyon tehetséges tagjaink vannak, akik képesek arra, hogy saját maguk is ugye a kotta írásba, ha nem is hangszerelésbe, de legalább a sokszorosításba részt vegyenek, így azért könnyű dolgunk van, úgyhogy van miből válogatni. A zenekar tagjai azt mondják, nagyon jó érzés számukra, hogy nem egyedül, hanem egy ilyen lelkes csapat tagjaként állhatnak közönség elé. De vajon mindenkinek saját magára, vagy a zenésztársakra kell elsődlegesen figyelnie produkció közben? Inkább a karmesterre nézek, Zsolti Bára, de ilyen szünetekben szeretem hallgatni is a zenekart, mert jó. A programra két vendégművészt is meghívtak az állandó szereplők. Schindler Regina zongorázott, míg a 8. pont karaoke verseny győztese Kurt Sandy énekhangját csillogtatta meg. A 23. James Bond film a Skyfall főcímdalát adták elő közösen a fúvós zenekar tagjaival. Eleinte rettentően féltem egyébként, hogy úristen, nagyon-nagyon sokan vannak, majd nagyon nehéz lesz alkalmazkodnom, meg majd nem fog menni, de igazából már az első próbán az első dalt, amikor próbáltuk, igazából nagyon-nagyon egyszerűen, könnyedén ment. Én nagyon imádom a filmslágereket, ugye nagyon-nagyon szeretek filmezni is, és ebből adódóan nagyon-nagyon szeretem, főként a Skyfall-t, igazából ez az egyik kedvenc dalom. Úgyhogy szerencsére közel állnak hozzám.